Szabó Balázs vagyok, és ma Emese álmáról fogok beszélni, ami nem csak álmos születésének a mondája, hanem az első igazi politikai szexbotrány is a magyar történelemben. És azon gondolkoznak, hogy miért egy ilyen jóképű gyerek, természetellenesen nagy pénisszel, ezen a fotelen. Nem, ez nem egy pornófilm. Ez itt a Drunk History. A 800-as évek elején járunk. A magyarok az új hazában vannak, ott élnek, sátrakban, és nyilakkal lőnek egymásra, halásznak, vadászban, ezt a nomád életmódnak nevezzük. Egymásra lőnek nyilakkal? Egymásra is. Emese egy nő volt, a 800-as évek elején élt, az új hazában. Senki se tudja, hogy hol volt, de új hazának nevezik. Éldegélt, női dolgokat csinált, Emese egyszer mosott, főzött, takarított, amikor oda ment hozzá ügyekvezér. Ügyekvezér a magyarok egyik vezére volt, és azt mondta, hogy Emese! Hello! És mondta egyik vezér, én egy vezér vagyok, és mondta Emese, oké. Okay. Nem, tényleg vezér vagyok, van kardom, meg minden, olyan vezéres dolgokat csinálok, van kardom. Meg amiben a kardot szokták tartani. Kard. Tartó. És mondta Emese, hogy ó, vezér vagy, az menő. Szóval azt szeretném kérdezni, hogy mi lenne, hogyha mi ketten összeházasodnám. Mondtam most, hogy oké, végülis vezér vagy, meg van kardod, meg az a cucc, amiben a kardodat tartod, a kard. Tok. És mondta a vezér, hogy ja, az mindkettő van, és mondta, hogy akkor összeházasodom. Emese viszont boldogtalan volt a házasságban. Emese elment a sámánhoz. A sámán nem szeretett volna sámán lenni, ő az orvosira készül, csak nem vették fel. Igyen le belőle egy kicsit, hát akkor nem lötyök ki annyi. Honnan hallott Emese a sámánról, szóval mi volt a sámán specialitása, szakterülete? Egy helyen laktak, honnan hallott róla. Volt egy hirdetés. Ki volt írva, hogy sámán vagyok, segítek. És mondta egyszer Emese, hogy hé, én elmegyek a sámánhoz, és elment a sámánhoz, és sámánnal beszélgetett, és mondta a sámán, hogy oké, Emese, először is szólítsak Samunak, mindenki Samunak hív. És mondta Emese, jól van, akkor Samu, mit csináljak? Nem szeretem, hogy a férjem mindig másokkal lóg, és nagyon boldogtalan vagyok, mit csináljak? És mondta a sámán, hogy figyelj, itt van néhány bogyó, vedd be! És mondta Emese, hogy jó. És innentől kezdve a sztori igazán érdekessé válni, mert nagyon furcsákat álmodott. És mondta Emese, hogy hé, én visszamegyek a sámához, mert ő adta a bogyókat. És visszament a sámához, és mondta a sámának, hogy figyelj, sámán, én tisztellek, de nagyon furcsákat álmodott, olyanokat álmodok, hogy a vaginámból vizek törnek elő, és jön a víz, csobog, és halak repülnek ki belőle. És mondta a sámán, mások is ezt mondták, akik ugyanezt a gyógyszer szedik, szóval ez biztos egy mellékhatás, és mondta Emese, hogy jó, de azért belátod, hogy ez furcsa, és mondta a sámán, belátom, mert Samunak is tetszett Emese. Nem azért ment, mert a sámán olyan jó képű lett volna, a sámán nagyon csúnya volt. Tényleg, úgy nézett ki, mint a női vízilabda válogatott volt edzője, az a M betűvel kezdődött a neve, és talán többre nincs is szükség. Mit csinálják most? És mondta a sámán, hogy figyelj, mi lenne, ha bevennéd ezt a gyógyszert még egyszer? És mondta Emese, hogy jó, beveszem, és Emese elaludta a fotelbe. És Emese álmodott. Álmodott sokat. Az álmában megjelent egy turulmadár.
Ami nagyon furcsa volt abban az időszakban, még nem is tudták, hogy mi az a turulmadár. És az egy turulmadár, hát mi a turulmadár? És mondta a turulmadár, hogy Emese. És mondta Emese, hogy Jézusom, egy beszélő madár. És mondta a turulmadár, hogy igen, én turul vagyok, szóval mi tudunk beszélni. Mit mond egy madár egyébként? Hát vagy i. Nem, csip. De mi nem ezt mondjuk, hanem azt mondjuk, hogy hello, mi szeretnénk fel egy jobban megismerkedni. És mondta Emese, hogy oké. Ismerkedjünk meg. És mondta tudom, hogy oké, és rászállt. És akkor hágtak. Tényleg hágtak. Ez nagyon furcsa, mert madárnak nincs is pénisze. De. Szerintem. Valami van, nem? Én nem tudom, én hármas voltam biológiából. Van neki pénisze? Tényleg van? Tényleg? Szerintem nincs pénisze, mert nagyon furcsa lenne, hogy száll és lebegne a pénisze. Pontosan ez történik, csak a tollak eltakarják. Nem hiszem. Tényleg nem. Ez nagyon jó volt, turul, mondta a turul már egy. Tudom, mert nagy péniszem van. Emese, amikor magához tért, azt jelent, hogy egy madárral szexeltem, úristen! Többet nem iszom. Madárral lefeküdni, az nagyon sokat kell inni, hogy madárral szexelj, szerintem. Szóval felébredt a sámánnál. Mondta a sámánnak, hogy köszi a segítséged, de megyek és hazamegyek. Azt hiszem, hogy ez a turullal való szex egy kicsit kikészített. Mondta a sámán, oké, hazamehetsz. És eltelt egy hónap. Eltelt két hónap. És nem jött meg neki. A férje meg nem volt otthon ez idő alatt, úgyhogy valamit kellett mondani a férjének, hogy csak ültek otthon, hogy hello, ügyek! És mondta ügyek, hogy hello, Emese, nem tudom miért köszöntél, egész nap itthon voltunk. És figyelj, voltam mindenfele. És vicces sztori, de szexeltem egy turulmadárral. És mondta, hogy mi? Egy turulmadárral? Ki szexelt turulmadárral? És mondta, hogy én? És mondta, ügyek, hogy ja, te. Viszont amit szeretnék elmondani, mondta Emese. Szóval szexeltünk a turulmadárral, és egy madárkhoz képest egész nagy pénisze volt, olyan egész nagy, és mondta Emese, hogy azt hiszem, terhes vagyok. És mondta ügyek, hogy mi? Én ezt nem értem, miért lettél terhes, hogy itthon se voltam. És mondta, hogy elmondom egy turulmadárt, hogy szeretném megtartani. És mondta ügyek, hogy szeretnéd megtartani, de ez egy madár! Tudom, de szeretném megtartani, mert azt álmodtam előtte, hogy olyan fiam lesz, akinek a leszármazottai királyok lesznek. És álmos lesz a neve, mivel álmomban álmodtam meg, hogy mi lesz a neve. És mondta ügyek, hát ez egy kurva hülye név, és mondta Emese, hogy tényleg, ügyek. Tényleg hülye név, ügyek. Azt hiszem, hogy most kiviharzok ebből a sátorból, és megverem a sámánt, és kiviharzott a sátorból, és becsapta az ajtót, de nem is volt ajta a sátorra, mert a sátorra nincs ajta, csak ilyen leplek vannak, úgyhogy csak így lobogott, és és elment a sámánhoz, és akkor kijött a sámán, hogy Mizu, és mondta ügyek, hogy tudom, hogy te feküdtél le a feleségemmel, és mondta a sámán, hogy én nem feküdtem le a feleségedre, és mondta ügyek, hogy de igen, te lefeküdtél a feleségemmel, mint tudjuk, hogy terhes és álmosnak akarja nevezni a gyerekét, ami egy rohadt hülye név, és erre az a sámán mondta, hogy tényleg ügyek, tényleg hülye név. Én csak egy terápiát alkalmaztam, ez a lényege, hogy terhes legyen a nő, hát gyereket akart, és mondta, tudom, de akkor is lefeküdtél a feleségemmel, ezért meg kell, hogy hagy. Én nem akarok meghalni, de meg fogsz halni. Úgyhogy elfutott, és akkor kergette a ügyek, hogy sámán, gyere vissza, de mondta, hogy nem jövök, mert meg fogsz ölni.
És mivel a sámán már nagyon öreg volt, és ilyen nagy óra volt, ez nagyon lelassította, úgyhogy lassabb volt, és ügyek leszúrta. És 9 hónap múlva megszületett Álmos, a fejedelem, aki a magyarokat bevezette a Kárpát-medencébe, és új hazát alapított, ahol ma is vagyunk. Úgyhogy ezt köszönjük meg Álmosnak. Ennek a történetnek a tanulsága az, hogyha egy madár azt mondja, hogy hé, én leszeretnék veled feküdni, sosem mondj nemet, ki tudja, hogy mi lesz belőle.